Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 10-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. A 8-as szám utal egy húzavonára. Az, amit ő most áttél. Ezek lehetnek külső befolyások, és ő most visszahúzódik, mert nincs kedve ahhoz, hogy másokkal vitázzon, de ez lehet egy belső feszültség is, tegyem vagy ne tegyem. Jelen pillanatban a munkájára koncentrál. Szorgalmas. De amivel ő nincs tisztában, az a saját értéke. Mert végül is ezek az aranyérmék utalnak a belső értékekre is, és ő kezébe veszi a dolgokat. Ott van az az aranyérem, utal az ő tehetségére, de látható az aranyérem alatt a fának a szilánkjai. És az arany értékesebb, mint ez a fa törtelék. Az lehet, hogy ő nem értékeli magát, és bizonytalan, de arra is utalhat ez a kártya, hogy másoktól nem kap elismerést. Ami még fontos lenne számára, a szabadidő. Az ott van a háttérben, de ő nem figyel oda rá. Ő most a munkájára koncentrál. Ő most befekteti az erejét a munkába, mert szeretne valamit elérni. De a kép azt jelenti, hogy a szabadidő is fontos lenne, mert akkor is, ha szorgalmas, nem kap elismerést. A kártyáknak szimbolikus jelentése van. Az érméknél értékekről van szó, belső értékekről is. Lehet, hogy ő most saját magán dolgozik, és szeretne valamit javítani a helyzetén, vagy a párkapcsolat területén. Most megtekintjük az ő érzelmi világát. Itt voltak nála a múltban harcok, küzdelmek, kihívások, de ő ezt most lezárja, és indul egy új kezdet. Végre fellélegezhet, és vannak jó tervei. Most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, mit közöl veled. Ez a kép mutatja a szorongásukat, a félelmeket, és a 9-es szám a korlátozásokra utal. Vagy te vagy ebben a helyzetben, és ő segít neked, hogy találj egy kiutat, vagy elmondja azt, hogy ő érezte így magát a múltban, de most van számára egy kiút, mert láttuk az előző kártyán, hogy ő felszabadultnak érzi magát. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a koporsó utalhat egy örökösöd. Ez a koporsó utalhat egy örökösödési ügyre is, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, mutat valami régi történetet vagy egy volt kapcsolatot, egy idősebb szemét. Azon kívül ez a kártya jelenti azt is, hogy ő most lezár valamit, és akkor lesz egy új kezdet. Ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Ezen a héten van egy nőnapi kedvezmény, mégpedig a belső istennő jóslás, ahol megtekintjük a nőiességet és a párkapcsolatot.
És ehhez jön még egy asztrológiai elemzés. A díjam 8500 forint helyett 4250, tehát megkapjátok fele áron. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!